Most megrendezésre kerülő konferencia címe Újjászülető Árpád-kor. Azért ezt a címet kapta a konferencia, mert úgy gondolom, hogy azok az eredmények, amik az elmúlt években, akár csak elmúlt hónapokban kiásásra kerültek a magyar régészet terén, illetve azok az évtizedes hiányok, amiket próbálunk pótolni ezzel a konferenciával, azok hihetetlen nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Nem csak a szakma körébe, hanem a nézőközönség körébe is. Pont ezért gondoltuk azt, hogy ezt a konferenciát így a pandémia ideje alatt megtartjuk így félig online, hogy a média csatornákon jusson hozzá a nagy közönség. Mivel ezek az eredmények véleményünk szerint, amelyeket most ismertetünk, olyan új információkkal szolgálnak majd a nagy közönség számára, amelyre érdeklődést tarthat. A konferencia napjának témái azok a Abasári, Abba Sámuel nyughelyét körüljáró előadás, a székesfehérvári koronázó templom környékének kutatását bemutató előadások, a Pataki erdő uradalom, ami egy biztos vagyok benne, hogy sokak számára szinte teljesen ismeretlen terület, pedig Szent Erzsébet ott születhetett, illetve a tatárjárás pusztítását és az Alföldön található nyom nélkül elpusztult templomokat és a temetetlen halottakat tartalmazó árkoknak az ásatásait bemutató két jó előadás, az egyik Tázláról, a másik pedig Bugac monostor pusztáról, ahol ráadásul olyan európai színvonalú tárgyak kerültek elő, amelyekre bevalljuk őszintén, hogy nem számított a magyar régészet. Úgyhogy remélem, hogy ez a konferencia nagyon hasznos lesz mindenki számára.